Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit ma Miskolcon. Arra kérlek benneteket, hogy mondjuk el a tiszta univerzum mantráját, Om Nám 7-szer közösen. Köszönöm szépen! Látogassunk vissza egy kicsit a Tang dinasztiabeli Kínába, körülbelül 1300-1400 évvel ezelőttre, és képzeljük el, hogy több ezer fős kolostorokban zenmesterek tanítottak. És nem csak így, dharma beszéden, és nem csak koan interjún, ahogy azt az elvonulásainkon szokás, hanem mindig, minden pillanatban. Megkérdezhetnéd, hogyan lehet minden pillanatban a dharmát tanítani? Hát bizony, nem beszéddel. A zenben a csak tedd, a csak lásd, a csak légy tanítása nagyon erős és nagyon világos. A csak jelenlétből egy nagyon világos, térszerű, tükörszerű tudat következik, ez a lényeg. A csak lásdból az igazság következik, mert ebben a tükörben jól látszik, hogy az ég kék, a fű zöld, a padló barna, és itt ültök előttem. A csak tedd pedig nagyon világos, ha éhes vagy, egyél, ha szomjas vagy, igyál, ha valaki éhes, adj neki enni, hogyha valaki szomjas, adj neki inni. A lényeg, az igazság és a cselekvés vagy működés hármasa gyönyörűen tud egymásra épülni. Hogyan taníthatják ezt a zenmesterek anélkül, hogy szószátyárak lennének? Hát elsősorban úgy, hogy ezt a közvetlen látást mutatják be. Az első zenmesterünk Unmun zenmester, aki egyszer csak az árnyékszékről kilépett, és ahogy jött ki, úgy egy tanítvány megkérdezte, hogy mester, mi a Buddha? Erre Unmun így felelt, száraz szaraboton. Hát ettől a nyugat teljesen elájult, tehát nem tudták, hogy ez most mennyire ezoterikus ez a tanítás. Nagyon. Hát nagyon az. Elmondom az ezotéria hátterét ebben a gyönyörű mondatban. A régi kínai kolostorokban, és bizony a közelmúltig a koreaiakban is, a zöldséget mindegyik templom megtermelte. Legyen a szerzetesi vagy szerzetesnői templom, munka volt. Pajcsang zenmester, egy másik nagy szellemi elődünk azt mondta, egy nap munka nélkül, egy nap evés nélkül. Kétféle munka van. A belső munka tiszta tudatunk tapasztalata, a külső önző vágyaink elvágása és mások segítése. Ennyi a templomi szabályainkból az idézet, ez a mai napig érvényes. Tehát a zöldségtermelés a régi kínai, koreai és japán kolostorokban az élet része volt. Ehhez trágyát használtak. De állatot nem tarthattak, tehát emberi fekáliát használtak erre. Ezt honnan nyerték ki? Hát a gödörbű, ott, amiben potyogtatták egész évben. Viszont ez túl erős lett volna a földeknek és a növényeknek,
és ezért vízzel keverték el. Tehát képzeljük el a novíciusokat, frissen borotvált fejjel, szerzetesi ruhában, éppen a trágyát hordják. És ezt úgy teszik, hogy beleöntik a vizet, és egy hosszú farúddal megkeverik. Ezek után ki lehetett hordani a zöldségágyásba. Ez a rúd szezonon kívül ott állt a latrina sarkában. Hol máshol? Ugyanolyan volt a szaga, mint amit megkevert. Erre figyelj nagyon jól. Ugyanolyan szagod lesz, mint amit keversz. Ha valamiben belebonyolódsz az életben, valamire nagyon rákattansz, valamivel nagyon azonosulsz, azzá válsz. Ha nem vagy magaddal elégedett, akkor mivé váltál? Kivé váltál? Állandóan panaszkodsz, perlekedsz, hibáztatsz, kivé váltál? Úgyhogy abban a pillanatban, ahogy Unmunzen mester kilépett az árnyékszékről, ő a sarokban ezt a botot látta, és a Buddha tudat a csak lásd, most mit látsz. Erre Zsózsú Zen mester egy teljesen más környezetben, amikor egy kertben sétált a vendégével, a vendég megkérdezte, miért ment Bodhidharma Kínába? Azaz, mi a zen jelentése? Mire Zsózsú így felelt, Ciprus fa az udvaron. Képzeljük el, ez egy sokkal kevésbé stresszes környezet, ugye? Nem kell az ürítkezéssel foglalkozni. És ott a kertben mit látott? Egy ciprusfát az udvaron. Dongszán zenmester, aki nagy szútra mester volt, a gyémánt szútrát tanulmányozta, és egyszer csak úgy döntött, hogy megnézi azokat a szerzeteseket Dél-Kínában, hogy hogyan merik azt mondani, hogy a fallal szemben ülve a szútrák tanulmányozása nélkül elérik a megvilágosodást. Mendegélt, egyszer csak beért egy fogadóba. És a fogadóban, ahogy az szokott lenni, egy öreg asszony fogadta, aki már időtlen idők óta ott volt a tulajdonos, a szakács, a szobaasszony, mindent ő csinált. Látta, hogy a szerzetes nem idevalósi, és megkérdezte, tiszteletre méltó uram, honnan jön? Én északról jövök. És mi a mestersége? Én a gyémánt szútra mestere vagyok, Dongszán. Megyek, és megtanítom azokat a délieket arra, hogy gyógyuljanak ki a téves nézeteikből, tanulmányozzák a gyémánt szútrát, és érjék el a felébredést. Hát ez fantasztikus. Leborulok nagyságod előtt. Egy kérdést föltehetek? A szerzetes kicsit tétovázott, hiszen ez egy fogadó volt, és nem pedig valami darmaterem. Egy öregasszony állt előtte, és nem valami novícius. A tétovázásába az öregasszony beleszólt. Ha helyesen válaszol, az ebéd ingyen van. Felajánlom. De ha helytelen a válasz, akkor nem kap enni. Na hát erre Dongszán teljesen elvörösödött, így tantiennyét nagyon erősen tartotta, hogy ne förmedjen rá az öregasszonyra. Bármilyen kérdést föltehet, bármilyet, mindegyiket megválaszolom. Köszönöm. A Gyémánt szútra azt mondja, hogy a múltra, jelenre és jövőre szakadt tudat nem érheti el a felébredést. Akkor most milyen tudattal fog ebédelni? Hát erre Dongszán nem tudott válaszolni, és megkérdezte, még éhesen, hogy van erre valami zenkolostor a környéken? És erre az öreg asszony a megfelelő irányba mutatott, Yangshan zenmester kolostorába, és Dongszán napszállatra odaért. Neki azért híre járt az országban, és tisztelettel fogadták, a zenmester meghívta egy esti teára, és ahogy már kilépett, sötét volt. A szobának az ajtajában a zenmester adott neki egy rizslámpást, és azt mondta, tessék, ezzel megtalálod a szállásodat. Mire Dongszán azt mondta, ó, köszönöm,
zenmester, a fény segítségével már megtalálom az utat a szállásomra. Ebben a pillanatban Yangshan elfújta a gyertyát. Ekkor Dongshan elérte a felébredést. Másnap a gyémánt szútra összes kéziratát és kommentárját, amit a hátizsákjában vitt több száz kilométeren keresztül, elégette az udvaron, körbetáncolta és azt mondta, mostantól fogva elhiszem minden zenmester tanítását. Ott maradt a kolostorban, évekig gyakorolt, és egyszer, amikor adományt kapott a kolostor, Dongshan zenmester mérte a lenvásznat. És megkérdezték tőle akkor, mi a Buddha? 3 font len, mondta Dongshan. Unmun száraz szar a boton nevű mondata. Jojo zenmester, ciprusfa az udvaron mondata. Dongshan zenmester, 3 font len mondata azonos vagy különböző? Ha azt mondod azonos, a pokolra jutsz. Ha azt mondod különböző, soha sem éred el a felébredést. Ez volt a formális része a Dharma beszédnek, és most már csak olyasféle kommentár jön, amit a zenmesterek nem szerettek. Nem szerették, ha az ember túl sokat beszél. De itt, nyugaton, ahhoz, hogy a tan gyökerei mélyre menjenek, meg kell öntözni 3 féle folyadékkal. Te döntöd el, hogy melyik legyen az. Vér, veríték vagy könnyek. Ezzel a 3-mal szoktunk sokat dolgozni, hogyha szenvedünk és szenvedtetünk. Ha erőszakba fullad az élet, folyik a vér. Ha szomorúságba, depresszióba, gyászba, akkor folyik a könny. De ha dolgozhatunk, akkor folyik a verejték. Melyiket szeretnéd? Mert valamelyiket biztos, hogy folyatni fogod. Hogyha a verejtékre szavazol, akkor ott belső és külső verejték egyaránt van. A külső akkor, amikor fát vágsz, szenet hordasz, földet szántasz. A belső akkor, amikor veszítesz. Siratod az önképedet. Gyászolod az illúzióidat. Vagy dühös vagy, mert látod, hogy bármennyire igazad van, nem vagy boldog. Ha pedig ezt nem szeretnénk, akkor előbb-utóbb sírni fogunk, és könnyezünk, mert eltelt az idő. Elteltek évek, évtizedek, emberöltők, és még mindig nem ébredtünk föl, még mindig ugyanazokat a köröket rójuk, még mindig ugyanolyan kérdéseket teszünk föl, fogyasztjuk a férjeket vagy a feleségeket, esetleg nemzünk gyermekeket, hozzák az unokákat, és valójában mi változott? Mi változott meg bennünk ahhoz, hogy boldogabban menjünk el, mint ahogy ide jöttünk? Mi változott a világban általunk ahhoz, hogy elmondhassuk, ez jó mulatság, férfi munka volt? Tehát ezt a földet jobb állapotban hagyjuk itt, mint amilyennel találkoztunk gyermekkorunkban. Elmondhatjuk ezt igaz, őszinte szóval belül? És ha nem, akkor sírni fogunk. Mert elment az élet. Hiheted azt, hogy jön a következő. Ez a te dolgod. A zen nem függ a reinkarnáció állításától vagy tagadásától. A zen csak ettől a pillanattól függ, mert csak ebben a pillanatban vagy jelen. És tudd azt, hogy ebben a felállásban, ahogy te most rám nézel a szemeddel, ahogy a lelked ebben a testben van, egy életed van, nincs több. Csak ez van. Elkezdted, ahogy elkezdted, megszülettél, felnevelődtél, remélem megköszönted a szüleidnek, amit adhattak, és amit nem adhattak meg, arról lemondtál. Így nősz fel. Megtalálod az utadat, a társadat, a csoportodat, a munkádat,
és eltöltesz évtizedeket így, mint egy pillanat. Mivé leszel? Mondhatjuk, mert egyébként igaz, hogy a korábbi inkarnációidból hoztad a lelkedet ebbe, és egy következőbe viszed tovább. De ez rajtad most nem segít. Rajtad az segít, ha tapasztalod a lényeget, tisztán látod az igazságot, és megfelelően cselekedsz. Ezt a nemes nyolcrétű ösvény a szenvedésből kivezető út taglalása mondja ki. Helyes nézet, helyes beszéd, helyes életvitel, helyes erőkifejtés, helyes meditáció, helyes felébredés. Lehet 8, lehet 3, lehet 16, 1000. Mindegyik úgy kezdődik az ösvény, hogy helyes. Mitől helyes? Attól helyes, hogy elérted a tiszta tükör térszerű tudatot. Ha ezen a kapun át akarsz jutni, ne engedj a gondolatnak, mondja a zen tanítás. Amikor a hangot hallod, nincs gondolkodás, akkor az éned fala egy pillanatra leomlik, te és a világegyetem egyé váltok. Ez a pillanathoz kell az ütés. Az erős hang az a hangot, minden más hangot kiiktat. Minden más gondolkodást eltöröl egy pillanatra. A meditációnak az a célja, hogy ezt megvalósítsd minden külső eszköz nélkül. Könnyű úgy, hogy a botütését hallod. Tisztán látod a botot, tisztán hallod az ütését. Hogy csinálod ezt botütés nélkül? Ehhez meg kell találni azt a tudatot belül, amelyik nem függ a gondolkodástól. És innentől kezdve a szellemi autonómiádon dolgozol. Hogyha tiszta a tudatod, akkor elhiheted, amit a szemeddel látsz, a füleddel hallasz, a szíveddel érzel, és az elméddel gondolsz. De ha a tudatod nem tiszta, akkor megcsalod magad, és téged is megcsalnak mások, és te is megcsalsz másokat. Még hogyha nincs ilyen szándékod, akkor is. Miért? Mert az énségnek a görbületei, a torzulatai, a hamis azonosulásai belepik ezt a tükröt. Semmi más dolgunk nincs, mint letisztítani ezt. Ez a tiszta, tükörszerű, térszerű önvaló mindegyikünkben megvan, ennek eredetileg nincs neve és nincs formája. Mégis ez az, ami lát a szemeddel, hall a füleddel, gondolkodik az elméddel és érez a szíveddel. Semmi más dolgunk nincs, mint azokat a szennyeződéseket letakarítani, amely ezt az eredeti, tiszta tudatot borítja téves nézeteink, kapzsiságunk és haragunk által. Minél dualisztikusabb egy reakciód, minél szélsőségesebben reagálsz, annál jobban kötődsz a tapasztalathoz. Ezt szélsőséges traumának vagy örömnek szoktuk mondani, általában az örömöt hamarabb elfelejtjük, a traumákra jobban emlékszünk. Hogyha megszűnik a szélsőséges reakció, és tisztán látsz idebent, akkor minden elszigetelt karmát tudsz integrálni, illetve hagyod, hogy a lelked egész legyen. Hagyod, hogy a személyiséged egyé váljon. Nem fogsz abszolút jó és rossz szakadékokat fölállítani, mely mentén megosztod magadat, és megosztasz másokat is, és megosztod a világot is. Ezért nincs abszolút rajtunk kívülálló jó vagy rossz, de relatív, általunk teremtett jó és rossz az van. Nézd meg, hogy most a gondolkodásod milyen. Nézd meg, hogy mennyire szélsőségesen jót vagy rosszat gondolsz. Hogy ez, amit hallasz, helyes vagy helytelen. Hogy amit látsz, az kellemes vagy kellemetlen. Hogy ez rövid vagy hosszú ideig tart. Ezek mind dualitások. És ha ezt meglátod belül, akkor leszedheted róla az énségedet. Leszedheted róla a szélsőségeket. És hagyhatod a karmádat
úgy lenni, ahogy van. Úgy látod, ahogy van. És ebben az ilyenségben van a megszabadulás egyik fő pillére. Ekkor látsz tisztán. Az ok és okozat törvénye világos, de mennyire látjuk? Mennyire a miénk ez a tisztánlátás? Hogyha egy tükör görbe, akkor a világot görbének mutatja. Képzelj el egy tavat, amelyik nagyon erős szélben hullámzik, és egyszerre csak megfagy. És ez a hullámos tófelszín az úgy marad. Ez a fagyott állapot az önképhez való ragaszkodás. Ez a lefagyás a traumához való ragaszkodás. És hogyha felmelegszik a víz, akkor ez a fagyott felszín, ez felolvad, és ismét tükörsímává tud válni. Nem adhatja meg neked senki azt, amire szükséged van kívülről. Amire szükséged van az úton, az teremtetlen, nem keletkezik és nem múlik el, az benned van. Bennünk van, mindnyájunkban megvan. Ezt hívjuk igazi önvalónak, Buddha természetnek. Számtalan nevet, formát, szobrot, írást teremthetünk erről, de ez már nem ugyanaz. A maga tiszta mi voltában kell tapasztalnunk ahhoz, hogy ne tévesszük össze a címkét a tárgyal. A szakácskönyvet az étellel, a térképet a tájjal. Mert ha ezt tennénk, akkor egy étteremben az étlapot ennénk meg, vagy pedig a térképen mendegélnénk a táj helyett, vagy pedig a befőttes üveg címkéjét tennénk a tányérra a tartalma helyett. És nézd meg, hogy ezt hányszor megcsináljuk. Hányszor tévesztjük össze a másikról alkotott képet, azzal az emberrel a képen előttünk áll. Hányszor tévesztjük össze az elgondolásainkat a világgal? Hányszor szeretnénk az eszméinket behelyettesíteni a valóság helyére? Ha megnézed csak az európai történelem elmúlt 120 évét, olyan égszakadás és földindulás volt az ideológikus gondolkodásból, hogy emberek 10 és 100 milliói haltak meg világszerte. És ez a folyamat nem állt le. Mihelyt elveszítjük azt a tudatot, hogy az ég kék és a fű zöld, hogy ez a bot barna, és ez a kasa piros, abban a pillanatban elrugaszkodunk a valóság talajáról, és a projekciók ingoványába tévedünk, ahol elsüllyedünk. Tisztánlátás helyett homály lesz, egyértelműség helyett kétkedés lesz, az egyenes út helyett állandó kanyargás lesz, mert nem tudjuk, hogy kit szeressünk, kitől féljünk, kihez kötődjünk, kitől remélünk valamit, vagy sem. Tehát az emberi tudat önállósága az eredeti autonómiájából fakad. Ez az eredeti tudat az, amely kimondja azt, hogy én. Ezzel az én fogalommal alapvetően semmi baj nincs, ha meglátjuk ennek a teremtettségét. Ha meglátjuk a teremtettségét, akkor meg is tudjuk változtatni. A személyiségedben, az énedben semmi nincs, ami állandó lenne, tökéletes lenne, vagy önmagában elszigetelt, független lenne. Benned nincs olyan tulajdonság, amelyik ne függne egy másik tulajdonságtól, nincs olyan tulajdonság, amelyik tökéletes lenne, azaz olyan tulajdonsága lenne, aminek ne kéne változnia, és nincs olyan, amelyik ne lenne múlandó. Amíg nem vagyunk az úton, és nem próbáljuk meg elérni a felébredést, addig az élet három előbb említett alapvonása úgy tűnik, hogy ellenünk dolgozik. Úgy tűnik, hogy nem szeretjük a múlandóságot, tökéletlenséget és kölcsönös függést. Ettől bajaink vannak. Van valami, ami benned tökéletes akar lenni, hibátlan, tévedhetetlen akar lenni. Van benned valami, ami állandóan a szabadságot, a függetlenséget keresi. És ami a legfájóbb, az a mulandóság, hogy egyszer, akármennyire is szeretjük az életet, sőt, akármennyire nem szeretjük,
nem akarjuk itt hagyni. Tehát a mulandóság az az egyik legnagyobb stressz, ha belegondolsz, nem tudod, mennyi időd van hátra. Nem tudod még, mit tudsz elérni és megvalósítani. De hogyha azt keresed, ami nem név, nem forma, nem keletkezik és nem múlik el, akkor ez a három törvény az oldaladra áll. Azzal semmi baj, hogy a karmád mulandó, tökéletlen és függő. Amíg azonosítod magad a karmáddal, addig ezzel bajod van. Ha nem azonosulsz a karmáddal, akkor ez a három törvény az oldaladra állt, és a mulandóság által tudsz tisztulni. A kölcsönös függés által tudsz új kapcsolatokat kiépíteni. A tökéletlenség vagy elégtelenségre ráébredve tudsz olyat mondani, hogy elég, elég volt, ennyi kellett, és nem több. Tehát az élethez való viszonyod, a karmádhoz való viszonyod, az határozza meg az emberi viszonyaidat is, a világhoz való viszonyaidat is. És már nem az a kérdés, hogy körülötted jó vagy rossz emberek vannak, hogy egy kellemes vagy kellemetlen időszakot élünk, hogy ez a föld jó hely vagy rossz hely számodra. Valójában az a kérdés, hogy milyen tiszta a tudatod, mennyire szilárd az irányod, mennyire hiszel abban, amit csinálsz, mennyire látsz tisztán. Ezek a kérdések, amelyek az úton tartanak. A nagyon erősen dualisztikus kérdések, ha követed őket, levisznek az útról. Elveszíted a középutat, és valamilyen szélsőségben igyekszel boldogságot, szabadságot, bármilyen intenzív élményt találni, ahol az éned ellobbanhat, ahol úgy érzed, hogy ez csak te vagy. És egyszer csak ellobban az egész, megváltozik, és oda az illúzió. Ezért kell belül őszintének lenned. A nulladik meditációs instrukció az az, hogy merj őszinte lenni önmagaddal, és lásd meg belül, hogy a lelked milyen állapotban van. De aztán ne sajnáld magad. Ne minősítsd magad. Mert hogyha sajnálod magad, akkor panaszkodsz másnak. Ha minősíted magadat, minősítesz mást is. Nézd meg ezeket a fákat itt az épület előtt. Van hiba bennük? Van egy olyan levél, amelyik nincs a helyén? Bármelyikük nőtt úgy, hogy azt kell mondani, hú, te ezt nem jól csináltad, te fa. Te nem megfelelően nősz. Miért nem tudunk ilyen természetesek lenni? Amíg azonosulsz a dualisztikus gondolkodásoddal, érzelmeiddel, addig mindig a teremtés, megtartás és túlélés hármasságában fogsz leledzeni. Nem éred el azt, ami nem teremthető, nem megtartható és nem pusztítható. Pedig a cél ez lenne. Úgyhogy ha ezen cél elérésében segíthetek, akkor tisztelettel várom a kérdéseiteket. Nagyon fiatalon alapítottunk családot, otthon teremtettünk, két gyermekünk lett, akik már most felnőttek, és a problémánk abból adódik, hogy mikor bővült a család, a párjaik, ők nem értik meg egymást, ezáltal egy kicsit felbomlott az a család, amiért mi dolgoztunk. Született két gyönyörű unokánk, nagyon nehezen viseljük azt, hogy egy 8 fős családban nem tudunk békét teremteni. Egy kis segítséget szeretnénk kapni. A segítség pedig távolról érkezik, hiszen nem látok rá minden családtagra, de egyre igen, nem tudsz békét teremteni. Viszont békévé tudsz válni. Tehát ne a másikat akard megnyugtatni, te magad légy a nyugalom. Tehát ha ti gyakoroltok, és minden nap a meditációval világos jelenlétet, kimozdíthatatlan középpontot, együttérzést és bölcsességet fejlesztetek ki, akkor a családra ez át fog sugározni. Hogyha a ti jelenlétetek erősebb a többi családtag karmájánál,
akkor előbb-utóbb ez a gravitációs középpont, ami ti vagytok ketten, ez lesz az erősebb. Ha nem, akkor a gyermekeitek, párjaik és unokátok karmája lesz az erősebb. Az a fontos, hogy a tapasztalat, ami a transzcendens úton előbb-utóbb a miénk lesz, az egy világos hitrendszerré áll össze, amelynek nincsen fogalmi tartalma, nincs dogmatikája, nincs rendszere, nincs tudománya, teológiája, filozófiája sincs. Ez a hitrendszer, ez abból áll, hogy itt és most a tudat legyen tiszta, itt és most váljak egyé a környezetemmel, itt és most adjam föl a dualisztikus véleményalkotásomat, hogy az előttem lévő ember az hibás vagy erényes, jó vagy rossz. Magyarul lásd a családtagokat úgy, ahogy ők tényleg vannak, és a belső, tiszta, harmonikus, békés tudatod, az ne legyen megváltoztatható, kimozdítható mások viselkedése által. Ezt szoktam úgy mondani, hogy ne válj mások karmájának a következményévé. Miért? Mindenkinek megvan a saját szeme, füle, elméje és a többi. Ha szenvedést teremt, előbb-utóbb szenvedést is tapasztal. Tehát meg kell hagyni az embereket járni a maguk útján úgy, hogy közben egy család vagyunk, elképesztően közel vagyunk, egymástól függünk, és mégis hagynom kell hibázni, hogy ő lássa be. Ha hibázik, akkor ráháruljon vissza, és nem másra. Ez a fejlődés útja. Ez néha fájdalmas. De én azt hiszem, hogy az unokák iránti szeretetet azt hosszú távon nem nagyon akadályozhatja senki sem. A legfontosabb alkalmak azok az ünnepek, amikor a család, a kultúra, a hagyomány szerint együtt van. Ezeket kell először megbecsülni, megtisztítani, és utána a hétköznapokbeli találkozás is már harmonikusabb lesz. Miért jut pokolra az, aki azt gondolja, hogy azonos a három állítás? Te azért jutsz a pokolra, mert a szavaimhoz ragaszkodsz. Ennyi? Nem akkor... elég? Köszönöm. Szívesen. Megpróbálom. Aztán, ha nem, akkor majd elmegyek újra. Na, egy lépést már tettél, hogy ki gyere onnan. Egyéb kérdés? Én azt szeretném kérdezni, hogy hogyan kapta az eredeti fényzen templom a nevét, és Koreában milyen hagyomány szerint kapják a templomok a neveket? Hát Koreában is az alapítók nevezik el, Magyarországon is ez történt. Az alapító elnevezte. Nagyon érdekes egyébként a történet, talán azért is, mert ha ez egy elgondolt név, akkor én jutok a pokolra, hogyha pedig más gondolja el, akkor pedig nem illik. És olyan 2003 környékén már tudtuk, hogy lesz egy ilyen templom, és elkezdtük a keresést 2003 őszén. Na most az elmúlt 28 évben egy tél kivételével mindig 3 hónapos elvonulást ültem, ez a kivétel, ez a 2001 és 2 tele volt. Az annyira rossz volt nekem, hogy eldöntöttem, hogy több ilyen nem lesz. És minden télen 3 hónapos elvonulás lesz, akármilyen keretben. Teljesen mindegy, hogy milyen módon, de lesz. És 2003 és 2004 telén, akkor december, január, februárban volt egy elvonulásunk Csehországban, és azért úgy tavasz tájt, amikor már kezdtek a ügyek kicsit duzzadni, az elvonulás vége felé úgy egy meditációban megjelent a kérdés, hogy lesz templom, hogy kéne hívni. És egyszer csak, teljesen váratlanul bejött a neve. Tehát fogalmam sincs, hogy miért hívjuk ennek, ennek hívjuk. Azt szeretném megkérdezni, hogy miért kell ahhoz nyugodtan ülni, hogy az ember meditáljon? Tehát miért nem lehet kertészkedni, vagy miért nem lehet tenni valamit közben? Lehet. Vagy miért nem lehet mantrázni? Nem lehet. Ezt mind lehet. Sőt, én azt javaslom, hogy tegyed is. Tehát ha te mantrázhatsz,
ha kertészkedhetsz, ha járhatsz, ha fekhetsz, ha lélegezhetsz, ha mozit nézhetsz meditáció közben, akkor miért ne ülhetnél? Tehát a legnehezebb, amikor a tudatnak nincs tárgya, az elmének nincs játékszere. Hát nézd meg, el van a gyerek, ha játszik. Ez egy jó mondat. Tehát az elme, amikor van tárgya, akár egy mantra, vagy valamilyen mozit belül, addig úgy nyugton van. Vedd el a játékszerét a gyereknek, sírni fog. Tehát, hogyha a tudatot megszabadítod a tárgyától, és az elmének nincs mivel foglalkoznia, minden, amit a tudattal anyában tárol, így üvöltve előjön. Tehát azért kell ülve is tudni meditálni, hogy ne legyen a testnek mozgása, ne legyen az energiának kiáradása, ne legyen az elmének játékszere. Nem mozduló test, nem mozduló beszéd vagy gondolkodás, és nem mozduló tudat. Ez olyan, mint egy széfnek a három zárja, három tárcsa, mindegyik nullára visszajön, kinyílik a széf. És nehogy azt hitt, hogy valami titkos kincset találsz benne, nem, nem. Amikor kinyílik a széf, akkor eltűnnek a falai. Ezért kell tudni ülve is meditálni, hogy az utolsó dualitást is el tud törölni. Az viszont biztos, hogy a mai napig a teljes hagyomány, bármely ázsiai hagyományt nézed, az leborulással, tehát cselekvéssel, testmozgással is meditál, mantrával, tehát beszéddel és energia kifejtéssel is meditál, és üléssel is, amikor egyik sincs. Tehát a klasszikus zen szerzetesek, ők nem mantráznak belül, amikor ülnek. Énekeltek ők már eleget, mogtakkal a kezükben. Több évet, és csak utána mentek be a zen terembe. Amikor világiakat tanítunk, akkor azért adjuk a mantra praxist, mert olyan vihar van belül, hogy az valami hihetetlen. Tehát a mantra olyan, mint a hajónak a két horgony, az ornál és a tatnál. Nem tudja a vihar beforgatni. Aki járt tengeren, az tudja. Kemény vihar, egy horgony nem elég, kettő kell. Befordítja az egy horgony körül a hajót a szél, zátonyra fut, összetöri, kész. A kérdés, ami a zenben a mi ez kérdés, az már csak egy horgony. Egy pont, nem egy ciklus. És utána már az is átmegy a szótlanságba, amikor a kérdés úgy van jelen, hogy te nem szólalsz meg. Ezt úgy tudom neked szemléltetni, hogy mész mondjuk az anyósülésen egy vezetővel, és mondod neki, hogy egyenesen, egyenesen, egyenesen. Aztán ez már unalmas egy kicsit, és aztán, hogy ezt egyébként egy csomó vezető nem szereti, úgyhogy ezzel vigyázzunk. Tehát van olyan, hogy fölteszed a kérdést belül szóban, hogy mi ez, és van, amikor szó nélkül van meg a kérdés belül, ezt tapasztalni tudod, elmagyarázni nem lehet. Tehát a tárgyatlanság felé, a teljesen önmagában álló tudat felé megy el a praxis. Ha az megvan, úgy meditálsz, ahogy akarsz. De hogyha a tükröt nem érted el teljes tisztaságában, akkor mindig lesz valami, ami ragaszkodik hozzá. Mindig lesz valamilyen azonosulás, mert azt még nem szedted le. Ha már leszedted, nyugodtan dolgozhatsz vele. Ez imént említetted, hogy nem helyes beleszólni mások karmájába, illetve kioktatni másokat, vagy bármi módon megváltoztatni a karmájukat. De ez kicsit, én úgy gondolom, hogy eléggé nehéz, főleg, hogyha a szeretteinkről van szó, és hát ez a mindennapjaink interakciója tulajdonképpen. Uh-huh. Nagy kérdésem. Hogyan lehet ezt úgy csinálni, hogy ne legyen az ő karmája az én karmám, de mégis a közös karma fejlődés legyen? Jó, nagyon-nagyon fantasztikus és fontos kérdést tettél fel. Tételezzük ezt fel, hogy ez egy párkapcsolat. Ezt feltételezzük, jó? Meg kell látni, hogy kinek a dolga az, hogy tudja. Az én dolgom, hogy ezt tudja, mert mondjuk az én területem a párkapcsolatban, vagy a párom területe. Ezek átfedést mutathatnak, mondjuk mind a ketten tudhattok főzni, de
egy adott pillanatban az adott tudás valakihez tartozik. Kinek a dolga az, hogy ezt tudja? Ő a gazda. A másik, aki kérdez, vagy kíváncsi rá, az a vendég. Tehát látni kell, hogy kinek van primér teremtő szerepe, és kinek van másodlagos szerepe ebben. Ez nagyon fontos. Ha ez megvan, akkor nincs szereptévesztés. Ki tudod mondani belül, hogy te vagy az első, én vagyok a második. Vagy rá kell ébreszteni, hogy most én vagyok az első, és te vagy a második. És ez nem megy konfliktusok nélkül. Tehát minél világosabb a tudat, a páros karma, annál gyorsabb és harmonikusabb ez a szerepváltás. Miért? Hazamentek, bementek a konyhába, te vagy az első. Beültök az autóba, a párod vezet, a párod az első, mert ő ül a volánnál. Rengeteg ilyen helyzet van. Otthonon belül általában a nő az első. Otthonon kívül a férfi, aki a világban mozog, és védi a párját, a családját, megtalálja az utat, hazahozza a vadat, ő az első. Úgyhogy, ha ezeket nézed, akkor nagyon könnyű, hogyha közös tudat, hogyha közös jelenlét van, megérezni azt, hogy most az ő dolga, hogy tudja és megtegye, vagy az én dolgom, hogy tudjam és megtegyem. Legtipikusabb példa, hogy hol megy elől a nő, és hol megy elől a férfi. Néznek, hogy melyik ajtóban megy elől a férfi, és melyik ajtóban megy elől a nő. Jó? Az én kérdésem a helyes életút megtalálása, a hivatás kiválasztására vonatkozna, hogy mi a határvonal, vagy mit tudná mondani a beletörődés, a tisztánlátás, vagy az illúziók kergetése között, és hogy lehetne megtalálni a helyes... Nagyon erős és jó zen gyakorlat kell hozzá, leborulás, mantra és ülés, és hogyha a leborulás megtörte a jeget, a mantra pedig felforralta a vizet, az ülésben az illúziók felhői el tudnak menni. És neked, vagy aki hasonló kérdéssel küzd, a legjobb első munka a meditációban az, hogy mi a dolgom. Ezt a kérdést minden belégzésre fölteszed, és kilégzésre hagyod, hogy az elme legyen téres. Sok-sok minden megjelenhessen. Nem véleményezed, ami benned történik. És egyszer, akár hetek, hónapok múlva, a válasz a kérdés mellé szegődik. Onnan tudod, hogy az a helyes válasz, hogy nem mozdul el a kérdés mellől. Akármit csinálsz. Fontos, hogy ne vonzzad és ne taszítsad a megjelenő válaszokat. Teljesen, tükörszerűen, tisztán szemléld. És amikor ez a folyamat beindul, azt hívjuk a tudat folyamba lépésnek. Ez a négy nagy meditációs fokozat első rétege. És amikor ez beindul, akkor a lélek öntisztulása is beindul, a tudatosodás is beindul, és a kérdés az a fix pont, ami körül zajlik ez a körtánc. És hogyha nem véleményezed, nem vonzod és nem taszítod ennek a tudat folyamnak egyetlen tagját sem, egyetlen gondolatát, érzelmét sem, akkor a kérdés pont azt a választ vonza be, amire szükséged van. Onnan tudod, hogy ez megtörtént, hogy szilárdan maradsz a kérdés mellett a tiszta, téres, tükörszerű tudattal, és a megjelenő válasz nem mozdul el mellőle. Akármit csinálsz, nem megy el. És a következő, hogy utána azt megnézed elmével, hogy ezt a külvilágban megtenné, de általában igen. És tapasztalni kell, hogy az a választás mivel jár. Mit jelent, hogyha azt megléped? És hogyha az irány helyes, akkor légy bátor. Hogyha az irány helytelen, akkor nagyon vigyázz. Miért? Nem biztos, hogy a válasz minden tekintetben olyan, mint amilyet szeretnél. Nagyon sokszor nem az a válasz, amit szeretnénk, csak úgy érzed, hogy tényleg az a dolgod. Na most, ha eközben olyanokkal tudsz társulni, akikben bízol, és olyat tudsz tenni, amiben okod van hinni, akkor legyen bátorságod végigvinni. De ha nem tudsz bízni abban,
azokban, akikkel társulsz. Ha nem tudsz hinni abban, amit tennél, akkor ne tedd. Akkor a válasz nem tiszta tudatból jött. Akkor ott valami torzulat még van, valami énesség még van. Oké? Akkor selejt. Csak újra az egészet. Ez ugye, hogy jobb, mint egy pályaválasztási tanácsadó. Igen. Egyéb kérdés? Köszönöm. Kérdésem az énekléssel kapcsolatosan lenne. A magyar szívszútrában van egy olyan rész, hogy az öt szkanda üres. Mondanál erről bővebben? Ez azt jelenti, hogy az öt személyiségalkotó önmagában nem létezik, ami a test, az érzékszervek, az érzékelések, a tudatosság és az erre adott dualisztikus válasz. Koreaiul az öt szkanda, az ó-on, az öt alkotó. Úgy kell őket elképzelni, mint a tábortűzben öt nagyon vastag fát. Ha összetolod ezeket nagyon-nagyon szorosan, akkor magasra csapnak a lángok. Nagyon erős test, nagyon sok érzékelés, nagyon sok érzés, fantasztikus mennyiségű tudatforma, rengeteg akarat, reakció, ég az élet. Égetjük a gyertyát mind a három végén. Kicsit kijebb húzod, nem azonosulsz annyira az érzéseiddel, nincs annyi reakciód, nem fejtesz ki annyi erőt, akkor az élet alacsonyabb fordulatszámon megy. És hogyha most ezt leszűkítem két nagy alkotóra, mint test és lélek, mert test és utána lélek részekről beszéltünk, akkor a legnagyobb széttagolódás a halál. Amikor a lélek elválik a testtől, és a por megy a porhoz, a lélek meg a lelkekhez. És innentől kezdve a léleknek dolga van. Előtte is volt, csak az életben. Ezután az életen túl. És ezért van ez a meghaladó bölcsesség, azért meghaladó, mert a négy bardó állapotot meghaladja, és menedéket lehet benne venni. A négy köztes létben, a születésben, a halálban, a puszta életben létben és a testetlenségben nem tudsz menedéket venni, mert mindegyik változik, mindegyik tökéletlen, mindegyik múlandó, és mindegyik függő. De a meghaladó bölcsességben, ebben a pillanatban menedéket tudsz venni. Ezért mondja ki a szútra ez előtt, nagyon jól idézted, hogy Avalokiteshvara bodhisattva a mély, meghaladó bölcsességben időzvén látja, hogy igaz természetében az öt szkanda üres, és mi a következmény? Ezzel minden szenvedést meghalad. És utána jön a szútra kifejtése. Valójában ebből az egy mondatból a lényeget megtudtad. Csak egy kicsit ez tömör lenne, tehát ki kell ezt bontani, hogy mi, mivel nem vagyunk azonosak. Valójában az önvaló mivel nem azonos. És ezt egy kicsikét elmélyíteni, az elmének a porát lesöpörni a tükörről, és akkor már is az úton vagyunk. Jó? Visszatérve az előző kérdésre, a nem mozduló tudattal kapcsolatosan még azt szeretném megkérdezni, hogy honnan tudod, amikor nem mozdul a tudat, hogy ezt nem befolyásoltad? Ha tudod, akkor az már megmozdult. Nagyon jó a kérdés. Hogyha megmozdul a tudat, azon nyomban reflektál. Teremt egy felületet, és arra azt mondja, hogy hú, de jó meditáció volt. Már vége is. Micsoda jelenlét. Már darabokra is törted. Tehát elkezdtük az én rétegeket gyártani, a meta rétegeket felhalmozni, és ilyen lemezes szerkezetűre törjük a tudatunkat. És amikor gondolatok milliárdjai, fecsegés, kétség, hibakeresés, önfelmentés, önvédelem, ezek a játékok vannak, olyan gyenge lesz a tudat, hogy hihetetlen. Annyi felé tagolódik, hogy a jelenlét az alig van meg. És hogyha mindezek a verbalitások elmennek, és visszatérsz a gondolkodás elé, a szóbeliség elé, egy fantasztikusan jó tudatot, helyes, jelenlévő tudatot tudsz ismét tapasztalni. Ez nem fejleszthető, értsük meg. Csak az akadályok háríthatók el, a ragaszkodások számolhatók fel.
Ezen nincs mit fejleszteni. Az egyik zen tanító ezt mondta, megszerzett tudás nélkül már teljes vagy. Értsd meg, láss rá, egyszerű, világos. Érted? Tehát ha azt mondod, hogy, akkor az már nem az. Akkor már leestél a lóról. Tehát ne minősítsd a meditációt, egyre jobban észre fogod venni, amikor ezt megtennéd, és nem követed a gondolatot, és nem teszed meg. Párkapcsolat, családélet, ezt hívjuk reaktív tudatnak. Egyénileg csak reagálnál a saját állapotodra. Párkapcsolatban reagálsz a másikra. Úristen, miért tetted meg? Nem tudtál volna csendben maradni? Nem lett volna jobb? Kicsúszott a számon. Hát akkor reszett, és újra a helyzet szembe jön, holnap, jövő héten, jövő hónapban, a hibát azt újra éljük. És amikor nem meditációban jön a nem mozduló tudat, hanem jön vissza egy állandó... Az? Az, igen. Az állandó az, az igen. Az, akkor felteszem a kérdést, hogy de ez miért van? Akkor honnan jön? Véged van. A honnan jön, majd vagy visszatér önmagába a kérdés, vagy elkezd az elme mókolni valahol a múltban, akkor szétestél. Akkor ilyenkor amit kell tennem a kérdés? Hát, hogyha kifelé kell dolgoznod, akkor amit kell tennem. Ha befelé van időd és tered, akkor a mi ez? És a kérdése az olyan, mint a mágnes, az összes ilyen vasreszeléket összegyűjti, és azok a mágnessé válnak. Tehát akkor lehet olyan, hogy nem meditációban jön a nem mozduló tudat, hanem rá kell, hogy meditálj, hogy mi olyan az a visszatérő. Olyan van, hogy meditáción kívül jön, de olyan nincs, hogy meditáció nélkül meg tud tartani. Szeretném megkérdezni a tantien fókuszt. Hogy köldökcsakra, és a figyelmedet, a lélegzésedet oda irányítod. És hogyha nagyon csapongana az elméje az embereknek, mint ahogy általában szokott csapongani, hogy tudom megtartani? Úgyhogy mindig oda lélegzel, és ott van a figyelmed, és nem itt, és nem itt, és nem itt. Ez eszenciális, amit kérdezel. Tehát ahhoz, hogy a nem mozdulót megtartsd, egy nagyon világos tantien fókuszra van szükség, mert ez az, ahol nincs semmilyen jelenség. Tehát ez nem a gondolataid, vagy érzéseid, vagy a beszédet középpontja, ez a legnagyobb energia csatlakozó az univerzumra. Hogyha a tantiened semmilyen energiát nem tud felvenni és leadni, véged van. Bővebben tessék elolvasni az összes taoista bölcsességet, végig erről szól. Köszönöm szépen. Szívesen. Az ennek mi a véleménye az álmokról? Az ennek nincs véleménye az álmokról, mert a felébredés tanítja. És akkor neked, tudom, hogy neked sincs véleményed, de mit lehetne hozzáfűzni? Vagy ez micsoda, ez a tudatnak egy ilyen kilengő, nem tudom én micsodája, vagy mik ezek? Hogyha én most az álmokról beszélnék, az olyan lenne, mintha lábakat festenék a kígyóra, és elvárnám, hogy maratont fusson. Az elme, amit nem tud napjában megemészteni, azt álomban emészti meg, és képeket alkot azért, hogy lásson. Nem megyek bele az álmok fajtáiba, most az felesleges, ébredj föl. Ennyi kell. Köszönöm. Szívesen. Néhány életszakaszomban több sérülést szenvedtem lelkileg, fizikálisan, és ezt részben csak úgy tudtam magamban megoldani, hogy egy kicsit személytelenebbé tettem ezeket a különböző lelki folyamatokat, egy kicsit bepróbáltam úgy tenni, mintha nem nekem fáj ez, tehát hogy nem személyisítettem ezt a dolgot, viszont ennek lett egy olyan következménye, hogy igazából másoknak is a dolgaival kapcsolatban egy picit személytelenebb lettem, akaraton kívül is. Nem tudom azt mondani, hogy ez jó vagy rossz egyértelműen, viszont kicsit hiányérzetnek is érzem meg azt, hogy ez már nincs meg így bennem. Hogyan tudnék ezzel dolgozni? Mi hiányzik? Hát kicsit lecsökkentek az emberi kapcsolatok is azért. Bizonyám. És még mi hiányzik? Többek között például párkapcsolat is. Az nagyon tud hiányozni. És még mi hiányzik? Segítek, az életérzés. Tehát ilyenkor nem vagy teljesen életben. Miért? Mert az élettől olyan ütéseket kaptál, hogy te hátrébb léptél, és van egy tér, egy pufferzóna közted és a tapasztalás között. Na most ez nem rossz, de nem is jó.
Ez egy biztonsági tér, most képzeld el, te ott állsz az ajtóban, és valaki hirtelen kinyitja. Ott van tőled 10 centire az arca. Van módod bármit is tenni, mielőtt hozzád ér, akár finoman, akár keményen? Nincs. Ütéstávolságon belül vagy. Ha itt vagy a színpadon, van 20 méter az ajtóig. Bőven eldöntheted, hogy aki jön, az jöjjön közelebb, vagy sem. Kivárod, vagy sem. Szólsz, vagy sem. Látod, ahogy jön, az arcát, a járását. Tehát akkor van időd. Tehát a leválasztódás és a térteremtés, az néha az egyetlen egy nem dualisztikus eszköz arra, hogy a negatív tapasztalásokat megállítsd. Már tudod, hogy elfolytani nem lehet, mert a másik olyan, amilyen. Kiélni azért nem érdemes, mert végül is szenvedsz, vagy mindketten szenvedtek, és akkor jobb egy picit hátrébb lépni. De ilyenkor, ha nincs együttérzésed, akkor nem fogsz újra közelebb lépni, és ez a baj. Ha nincs együttérzésed, akkor a saját fájdalommentességed fontosabb lesz, mint a másik ember fájdalma. Tehát tanuljam meg azt, hogy a megfelelő tantien fókusz, ami nagyon hasonló ez a térteremtéshez, az nem azt jelenti, hogy nem látok, nem hallok, nem érzek, nem gondolkodom. De már ebben a térben teszem ezt. Már a nem ragaszkodás alapján teszem ezt. Ezt a nem cselekvő cselekvésnek hívják, vagy a wei wu wei-nek. A wu az az üresség. Koreaiul mu. Okay? És a wu wei az az üres tudat. Erről a térről beszélünk. Ebben tudsz látni. Ha nincs üresség, nincs látás. Ha van látás, akkor valami kiürült, mert a tükröd letisztult. De ez még csak 50%. A másik az, hogy az 50%-ra a másik 50-et ráteszed azzal, hogy mersz újra látni, mersz újra hallani, mersz újra érezni, de már úgy, hogy a régi ragaszkodások, téves nézetek, hamis azonosulások már nem jönnek vissza. Már ugyanaz a fájdalom nem jön vissza. Már ugyanaz az elképesztő egoitás, amit egymásnak teremtesz egy rossz párkapcsolatban, az már nem keletkezik. Jó? Ezért kell gyakorolni, elérni az ürességet, és együttérzéssel, bölcsességgel tovább lépni, annélkül, hogy az alap elveszne. Tanulmányozd a zenkört egy kicsit, és ott ezek megvannak. Jó? Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Eszembe jutott közben még egy kérdés. Van-e olyan, hogy egy kollektív karma kollektív fájdalomtudatát feloldani, és hogy miközben van az egyénnek, az egyéni karmának a kollektív mondjuk család karmához, és hogyan lehet hát ezt jobbá tenni, vagy segíteni ezt a kollektív karmát. Azt mondjuk... mondtad, hogy egy kérdésed van, mi is. Nézd meg, mi lett belőle. Természetesen köszönöm. Van kollektív karma, ez nem újdonság. A kérdés az, hogy mennyire legyen ez kollektív? Egy termelő szövetkezetnyi? Mondjuk egy tragédia történik egy családban, és ezt még a következő és következő generáció is érzékeli, a kollektív tudatban, a kollektív családtudatban benne van, és érzékeli azt, hogy benne van, és oldani kellene, csak hogyan. Jó. Az egyén felelősségeit óriási, például a tiéd, mert nem biztos, hogy a többi családtagod ezt így látja. Tehát az egyén felelőssége, például, hogyha valaki szerzetes lesz, akkor a hagyomány azt mondja, hogy 7 generáción, azaz 7 hagymarétegen keresztül emelkedik a család tudatszintje. De nem egyenlő módon. Tehát aki megtette, azért emelkedik a legtöbbet, közvetlen hozzátartozók, anya, apa, testvérek, utána unoka, testvér, nagybáty, utána nagyszok, stb. Tehát ez így lefelé megy. Képzeld el a hálót, amit megemelsz. Az egyik szeme vagy te. Az összes többi szem, ami ehhez csatlakozik, a kapcsolati karma erejénél fogva követi. De itt egyének vannak. Itt szabad döntések vannak. Tehát, hogyha valaki ebből ki akar szakadni, és nem követi ezt az irányt, akkor az a családtag nem fogja követni. Tehát, csak hogy tisztába tegyük a fogalmakat. Van egyéni tudatos és tudattalan. Páros tudatos és tudattalan. Amit egy párkapcsolatban kimondtok, az a tudatos, amit nem mondtok ki, az a tudattalan. Egyikkel sincs baj. Tehát a tudatos az nem egyértelműen jobb, mint a tudattalan. Néha hallgatni is kell.
Oké? Ha jó az a csend, akkor döntsd el, hogy mi az értékesebb, amit éppen kimondani készülsz, vagy ez a gyönyörű csend, ami beállt. De hogyha súlyos a csend, ha kimondatlanságok vannak benne, akkor az a tudattalan az nem jó. Az a csend az meg fog törni. Az a baj lesz. Mert nem mondtunk ki dolgokat, amiket ki kellett volna. Tehát a páros ott is tudattalan és tudatos. A családnak is van tudattalanja, itt már a transzgenerációs karmát oda kell érteni. A tudatos az, amit a család ugye megbeszél. Amit nagyon sokszor meg kéne tennünk, de nem, mert mással vagyunk elfoglalva. Általában az érzékszervi ész, hogy mit iszunk, mit eszünk, mit hiszünk, ezekkel vagyunk elfoglalva, de hogy mik vagyunk, azzal nem. Mik vagyunk mi egymás számára, azzal nem. Hogyan viszonyulunk egymással, azzal nem. Tehát ezt kéne néha kiteríteni az asztalra, rendbe rakni, és utána visszarakni. Tudatosba, hogy megtisztuljon, és a tudattalanba, hogy spontán működjön. És akkor lehet ezt. Aztán van a csoportkarma, ami nem a vérszerinti kötés, de összeállhat klánokból, népekből, törzsekből, egész társadalom lehet, civilizáció lehet, és a kollektívum, amilyen mértékben te kinyitod a körzőt, szintén rendelkezik tudatossal, például a közbeszéd, és tudattalan azok az impulzusok, ami mondjuk egy nemzetnek a fájdalomteste. Ehhez a fájdalomtesthez mindenki csatlakozik. És nem elégséges kimondani, hogy megbűnhődte már-e nép. Ahhoz tényleg meg kell szabadulni a bűntudattól. Ahhoz tényleg javítani kell a hibákat. Magunkban, a családban és a társadalomban. Enélkül újra fogjuk termelni az egészet, és akkor ott van az a jövendő, ami nem lesz jobb, mint a jelen vagy a múlt. Tehát nézd meg, hogy generációról generációra hogyan ismételjük őseink karmáját, de hogyha megfelelően leválasztódunk erről, akkor nem azonosulunk ezzel, és utána helyesen tudjuk használni. De amíg a megtisztulás, a katarzis, a nem azonosulás nem következik be, addig ez a karma használ minket. Akkor úgy érzed, hogy van egy hatalmas húsdarál, és azon téged ledarálnak, mert a döntésedet elveszik, az életedet elfojtják. És itt látok legalább három nemzedéket, de lehet, hogy négyet. Mit visztek magatokkal a hátizsákban? Mennyi fájdalmat, elintézetlenséget? Kimondatlanságot. És gondolod azt, hogyha nem szeded ki a gyomot a földből, akkor ott megfelelő haszonnövény lesz? Nem, el fogja nyomni a sok dudva, a sok gyomnövény. Ezért kell kitisztítani a tudattalaját. Köszönöm. Nagyon szívesen. Az egyik többnapos elvonulás követően, mikor hazaértem, akkor a tanácsoknak megfelelően elkezdtem gyakorolni, és a leborulással kezdtem, hogy hajnal 5-kor keltem, és először a 27, 54, 108. És egy nagyon érdekes dolog történt, hogy egy idő után elkezdett feljönni belőlem egy nagyon-nagyon mélyről jövő keserves zokogás. És csak sírtam, és akkor, mikor vége lett, akkor úgy elgondolkoztam majd, és miért is sírtam, és nem tudtam, hogy miért sírtam. Ez gyönyörű. Tényleg nem tudtam, tehát így megpróbáltam így legyártani. Azt rájöttem, hogy nem gondolkodok, tehát ez semmi értelme nincs, hogy ezen gondolkodjak. És hát ez egy pár napig így ment, és nagyon fontos még, hogy ahogy eljutottam a 108-ig, ott már majdnem egy ájulás állt be. Tehát, hogy majdnem csuklottam össze, és akkor, amikor vége volt, szó szerint le is kellett feküdnöm, mert annyira megviselt egyébként. Jó, válaszolok erre. Tehát az első az egy nagyon komoly tudatalatti érzelemcsomag kipucolódása, úgyhogy az nem jött a tudatfelszín fölé. Tehát nem láttad, csak a tisztulás következményeit érezted. És ez nagyon rendben van.
Amikor megkérdezed, hogy ez miért, az az elme kíváncsisága, mert biztonságban akarja érezni magát. Hát ez a halálom, amikor itt biztonságban akarjuk úgy érezni magunkat, hogy mindent tudni akarunk, mindent megmagyarázunk, mindent lecsavarozunk. Ez nem biztonság. Ez az elmének a félelme. Innentől kezdve, hogyha miért ezel, akkor nézd meg, hogy ez mennyire infantilis és mennyire nem. Általában az. A gyerek az rengeteget miértezik, és ez nagyon jó. Ő tanulja a világot. De a felnőtt nem értezzen annyit, inkább a hogyant kellene gyakorolni. Miért? Mert ha megöregszik, akkor már csak a mikor marad. Tehát hogyan térek vissza a tiszta tudathoz? Úgyhogy átélem a tapasztalást, ismét tisztán látok, tisztán hallok, és nem miért ezek, mert felesleges. Tehát ez elment. Az, aki a leborulást elkezdte, és az, aki a leborulást befejezte, nem ugyanaz. De a mélyén, a lényeg szintjén nem is különbözik. Na most a második, ott energiaszegénység állt be, azért ájultál el majdnem. Ez összefügg a tisztulással, hát gondold el, amikor valaki nagyon sokat sír, bele tud gyengülni rendesen. Ilyenkor azonnyomban abba kell hagyni a gyakorlatot, órát elfelejted, azonnyomban vizet kell inni, pihenni, utána még több vizet kell inni, aztán egy picit tehetsz a vízivás után legalább 20 perccel. És akkor enyhülnek ezek a tünetek. Rendben? Majd ezt követtem egy ismételten egy újabb, akkor, amikor azt éreztem, hogy végtelen düh jön föl belőlem. Az lenne a kérdésem, hogy ezt merjem tovább csinálni? Igen, és ne kövesd ennyire gondolkodással. Jó. Tehát az a félelmetes, hogy erre ilyen részletesen emlékszel. Ez nem baj, hajaj, de még mennyire. Nem baj, de ilyen részletesen te ne dekódold az egészet, mert mindent fogalmakba öntesz. Tehát azt kell, hogy a maga fogalmatlanságában tartsd meg a látómezőben, és utána pedig az könnyebben elmegy. A fogalmakkal megkötöd. Néha meg kell kötni, hogyha újra akarod rendezni, de egy dühön nincs mit újra rendezni. A düh tárgyán már igen, az egy másik történet. De hogyha tárgyatlanul, személytelenül megjelenik a düh, tehát csak te vagy, meg a düh tapasztalata, akkor azzal semmi más dolgod nincs, mint hogy hagyod elmenni. Ez egy másik típusú érzelmi tisztulás. Az első, a sírós, az egy együttérző, sajnálkozós világfájdalom. A másik, a düh, az meg a tehetetlen energia kitörése. És régi elfojtott traumák tudnak így megjelenni, már rég nincs rajtuk a címke. Van, amelyiken rajta van. Ott van mondjuk az apádnak, meg az anyádnak az arca, vagy a testvéredé, vagy a volt párodé. Ott van a trauma. Tudod, hogy kitől van. De valamikor nem tudod, mert már lekopott róla. Akkor nem keresgéljük, nem fogjuk rá újra festeni, valakinek az ölébe dobni, mert eddig nem volt gazdája. Engedd el. Tedd félre. Engedd, hogy elmúljon. Ha nem teszel bele energiát és információt, elmúlik magától. Miért? Mert nem létezik magától. Amikor azt mondjuk, hogy a karmáknak nincs öntermészete, hanem a tudatunk teremti az egészet, akkor elmondtad az egésznek a nyitját. Ha a tudatoddal nem teremted újra, hogyha a hiteddel, a reakcióiddal, a vágyaiddal, a dühöddel nincs dualisztikus viszony, azok elmennek, mert nem kötődsz hozzájuk. Viszont ha bármiféle nevet, formát, jót és rosszat akasztasz rájuk, megkötöd őket, energiát adsz nekik, és topzódnak jobbra-balra. Tehát a megszabadulás sokkal egyszerűbb, mint ahogy azt gondolnád. Miért? Mert a gondolkodás által nem lehet elérni. Jó? Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Mindig ott akarok lenni mindenhol időben, és hogy ne vegyem ennyire komolyan az életet, hogyan lazuljak bele? Nézd meg, hogy mikor kell ott lenni időre, és mikor nem. Hogyha időre ott kell lenni, akkor te egyességet kötöttél legalább egy másik emberrel, vagy egy lényjel. És hogyha ezt megszeged, akkor az tiszteletlenség a másik felé. A másik idejének a pazarlása, az életének a pazarlása. Úgyhogy nagyon jó, hogy pontos vagy, de hogyha pontoskodó vagy időfüggő, akkor nem tudsz kilazítani, és nem mondhatod azt, hogy most elteszem
az órát. Most nem foglalkozom azzal, hogy mit mutat az a kis és nagy mutató. Miért? Az idő magában nem létezik. Azt a mi percepciónk teremti. Tehát gondolod, hogy a nap az foglalkozik azzal, hogy ezek a bolygók milyen gyorsan keringenek körülötte? Hát biztos, hogy nem, különben már elég sokat léphetett volna a változásért, és nem. Tehát az idő, ahogy azt tapasztaljuk, a tér, ahogy azt tapasztaljuk, az a mi elménk terméke. De ez nem azt jelenti, hogy ha mi megegyezzünk valamiben, akkor az ne kelljen teljesülni. Általában szokott lenni, hogy én érek oda hamarabb, és akkor mindenkire úgymond várok. Mindenkire? Más olyan ember nincs, aki tényleg pontos? Biztos, hogy van, csak még nem vetted észre. Tehát mások is lehetnek pontosak, és az idő az azért fontos, mert nem csak egy közös nevező, hanem azért, mert nem tudjuk, hogy mennyi van belőle. Hogyan tartjam meg a szándékot, hogy gyakorolni fogok? Tehát... Ezt két úton teheted. Pozitív motiváció valami, nagyjából ez a mondat, hogy ébredj föl és segíts másokon. Ez nagyon sok erőt tud adni. Látod azt, hogy mi van benned, fel akarsz ébredni, látod azt, hogy mi van a világban, segíteni akarsz másoknak. Ez az a pozitív motiváció, ami soha nem fogy ki. Az az érdekes, hogy ez nem mindig elég. Mert emberek vagyunk, és néha ez a pozitívum, ez nem elég. Még nem elég a magunk látása sem. A negatív az az, hogyha nem gyakorolsz, akkor szenvedsz és szenvedtetsz. Ez kell. Tehát ezzel a tudatminőséggel szeretnél élni? Ezeket a hibákat akarod újra elkövetni? Ezeket a viszonyokat akarod újra tönkretenni? Így szeretnél szenvedni és szenvedtetni? Mert ha igen, akkor ne csináljál semmit. Akkor csak egyél, igyál, nézzél sok tévét, aludjál, dolgozzál és veszekedjél. Mert ez lesz. Sajátíts el annyit, amennyit tudsz, dühöngj a veszteségeken, legyen még több vágyad, még több téves nézeted előre. Tehát, hogyha nem megy a pozitív, akkor jön a negatív. És nézd meg, ez a kutyaidomítástól kezdve nagyon-nagyon komoly társadalmi kondicionálásokig mind így megy. Hogyha nem megy a helyes pozitív motivációval, majd megy akkor, amikor szenvedsz és szenvedtetsz. Mi kell? Döntsd el! A felnőtt magatartása az, hogy kezedbe veszed a karmádat, látod, hogy te teremted, és felelősséget vállalsz érte. Ekkor érdekes módon elnyered a szabadságot is. A felelősség vállalás által a szabadság elnyerése, ez a felnőtt magatartás. A gyermeteg vagy infantilis magatartás a fejlődésében átmenetileg vagy tartósan megrekedt forma az, amikor csak a szabadságot keresed, és a felelősséget pedig elhárítod magadtól. Sokáig így vagyunk. Sokáig családok, társadalmak, népek leledzenek ebben a tudatállapotban, hogy a szabadság és a felelősség lehetőleg minél messzebb kerüljön egymástól. És ekkor megrekedünk. Ha ragaszkodunk a szabadság ideájához felelősség nélkül, akkor elveszítjük azt. Kifut alólunk a valóság talaja. Nem fogunk a pillanatban gyökeredzni, mert mindig egy ideát követünk, és a valóságot szeretnénk eltörölni, vagy legalábbis nagyon messzire tolni magunktól. Tehát kívánom azt, hogy mindannyian járjuk a felébredés útját, tapasztaljuk meg a szabadságot és a felelősséget egyszerre, érjük el a felébredést, és szabadítsunk meg minden lét a szenvedéstől. Köszönöm a figyelmet!